Motoros, vitorlázó és sárkányrepülés volt a legizgalmasabb program a harmadik pünkösdi égi túra és közlekedés biztonsági napon Ülcsényben, amire rengetegen látogattak ki. Hamarosan itt hatalmas beruházás veszi kezdetét egy topforrásnak köszönhetően. Az energetikai korszerűsítésben nyertünk egy jelentősebb összeget, 60 millió forintot a repülőtér épületének a korszerűsítésére, itt egy teljes nyílászáró, a repülőtér főépületét neve lenne ez, egy teljes nyílászáró, csere, tetőszigetelés, napkollektor, kis akadálymentesítés. A településen a csapadékvíz elvezetést is meg akarják oldani. Ehhez 80-100 millió forintra lenne szükség, amit szintén topforrásból kívánnak finanszírozni. Ezentúl új szennyvíztelepet építenek, Ülcsény, Decs, Sárpilis, Várdom szennyvizét kezelik majd az új telepen. Gyakorlatilag egy új szennyvíztelep épül, amely Ülcsény, Decs, illetve Sárpilis és Várdom településeknek a szennyvíz tisztítását, kezelését látja el. Ezzel szerencsére már elég jól állunk, tehát próbaüzemet indítottunk most, december 31-ig kell befejezni a beruházást, illetve átadni, folyik már a próbaüzem. Ez nettó 443 millió forint, és ez a két önkormányzat és Ülcsény, illetve Decs nagyközség önkormányzatának a beruházásában valósul meg. A település ezen kívül nagy reményeket fűz az UNESCO döntéséhez, attól függ ugyanis, hogy a világörökség részének választják-e az Ülcsény határában húzódó Aliszka erődöt, ami régen a római kori birodalom határát hivatott védeni. Világörökségi helyszín várományosok vagyunk, ebben döntés az UNESCO részéről 2019 második fél évében várható, amennyiben nyer a magyarországi pályázat, most ezt Németország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország nyújtott be, közel 100 helyszínnel a római kori birodalomnak a határvonalaival, és itt Ülcsény határában, Gábor Majorban volt ez az Aliszka erőd, hogyha nyer ez a világörökségi helyszín, akkor itt egy ilyen kisebb szintű feltárás, illetve bemutathatóságot is meg szeretnénk majd valósítani. A szántóföld van most, illetve tudjuk, hogy hol voltak az őrtornyok, a kapuk, illetve azt is tudjuk, hogy még itt a Szekszárdén, az 56-os út mellett a Soványtelek részben volt még egy őrtorony, annak a helye is ismert. Illetve itt volt ez a feltöltött út a rómaiaknál, amit ördögvettetésnek neveztek, tehát annak is légi felvételen látszik a nyomvonal, ami Szekszárdra vezetett be, valahol a Szekszárd az alsóvárosi temetőnél ért el a szekszárdi dombvidéket. Fülöp Jánossal autóba ültünk és nekivágtunk a nagy kalandnak, kimentünk a szántóföldre és megnéztük, hol állt az a bizonyos Aliszka erőd. Itt föl lesz tárva egy kapupillérje, lesz egy ilyen, ki lesz táblázva, lesz egy ilyen utak, egy 2 hektárt meg cserél az önkormányzat, mert ez most magántulajdonban van, egy 2 hektárnyi területet cserélünk a föltulajdonosokkal, és akkor azon a 2 hektáron lesz egy ilyen bemutathatóság, tehát meg lesz arra, ki lesz táblázva, ugye. Hát elvileg szeretnénk, tehát a Málmeza az utat, a Lenti úton lenne egy szilárd burkolatú út, amire nyertünk is pénzt, illetve majd utána egy ilyen látogatóközpontot itt kialakítani, erre azt gondolom, hogy lesz majd forrás. Az erőd nagysága az aránylag jól kirajzolódó körvonalak ellenére sem határozható meg pontosan. 200-250 méter hosszúra és 160 méter szélességűre becsülik. A házis és a berendezési tárgyaknak az öme is az, mint a családunknak az öröksége, vagy hagyatéka, tőzsgyökeres sárközik vagyunk. A ház a 19. század vége, 20. század elejének az állapotait mutatja be. Hát igazából ez a klasszikus sárközi kultúra, amit ugye ismerünk a Dunaszabályozás után az intenzív földművelésre áttért sárközieknek az életmódját mutatja be, amikor már a földművelésből, az állattartásból megnövekedtek a bevételeik, és lehetővé tették azt, hogy bővítsék a házaikat. Ekkor alakult ki ennek a szobának a divatja, ahol most vagyunk, a,
az úgynevezett tiszta szobája, ami csak azt a célt szolgálta, hogy az adott családnak a módosságát vagy gazdagságát reprezentálja. Tehát ezt lakni nem lakták, ez csak azért volt, hogy a különféle díszes bútorokkal ugye berendezzék ezeket a szobákat. A sárközi viselet egy-egy babán is visszaköszön a tájházban, amire a látogatók a leginkább kíváncsiak szoktak lenni. Ez még a régi klasszikus sárközi viseletet mutatja meg, ez körülbelül 80-100 éves baba. Ez még a ruhája is ennek régi francia sejemből van, tehát ez még eredeti régi darab. Az 1910-es, 20-as évek divatjának megfelelően van berendezve, ugye ez már inkább ilyen polgárosodó jellegű bútorokkal van, ugye amik ellentétben a tiszta szobában ugye festett bútorok vannak, ugye azok voltak a régebbiek, itt már ugye mások a bútorok, igen. Ugye ennek még az érdekesség a festése a szobának, ez van egy 60-70 éves festés, ez még nem hengerelt festés, hanem külön minden színnek volt egy papírsablon, és akkor azt festette ki a festő. Az ősök életmódjába is betekintést nyerhetünk a tájházban talált használati tárgyak és a karában kertben található szerszámok révén. És most ugorjunk a múltból a jövőbe, legalábbis a jövő generációjához. Egy rövid utazást követően megérkezünk az Őcsényi óvodába, ahol szintén számos fejlesztés valósult meg top forrásból. Egy másik top pályázatból ugyanis 6 millió forintot nyertek eszközbeszerzésre. Elsősorban új udvari játékokkal szerelték fel az intézményt. Nagy szükség is van rá, mert megduplázódott a gyermek létszám. A polgármester miközben körbevezet a településen és megmutatja a helyi értékeket, a felújított épületeket, utakat, azt is elárulja, milyen tervei vannak a jövőre nézve. A belterületi utak, járdák felújítása az minden évben szükséges. Mi az idei évben már egy 3 utcát önerőből az önkormányzat 14 millió forintból felújított. Van BMS pályázatunk is benyújtva egy utcára, hát csak azokban nagyon kevés önkormányzat nyer évente a BM-től, tehát mi is már az utcára tavaly is pályáztunk, az idén is pályáztunk. Hát bízunk benne, előbb-utóbb nyerünk. Nem olyan sok, tehát 4-5 olyan utcánk van, amit mindenképpen fel kellene újítani, akkor azt gondolom, hogy az összes belterületi út állapota szerencsére akkor jó lenne, tehát mi körülbelül az elmúlt 10 évben egy ilyen 15-20 utcát meg tudtunk csinálni. A település hírnevét öregbíti még egy testnevelő tanár, akinek a nevével bizonyára találkoztak már, ő Deák István, a testnevelés tanár a Percelmór általános iskolában. De nem akármilyen tanár, az elmúlt tanév legeredményesebb testnevelőjének választották. A díjazott pedagógus egyébként atlétika edzéseket tart, ha kell, hétvégén is, és együtt a szellemi vetélkedőre is felkészíti a diákokat. Január elején, amikor körbevezetett a testnevelés szobában, elmondta, a Magyar Diák Sport Szövetség elismerése nem csak az ő érdeme, hanem az iskolájé, a kollégáié és nem utolsó sorban a gyerekeké. Az Őcsényi iskolába járó 180 diákból 70-80 tanuló sportol különböző sportágakban. Deák István szerint még többen mozognának és indulnának a versenyeken, ha az ehhez szükséges körülmények adottak lennének. Például az új sporteszközökkel felszerelt szertár, felújított vagy egy teljesen új tornaszoba. A polgármester azt mondja, ezek megvalósulhatnak a közeljövőben, és meg is mutatta az egyik lehetséges helyszínt. A szekszárdpaksi tankerület az iskola és a tornaterem felújítására nyert 80 millió forintot. Itt is az a közbeszerzés most zárul le, tehát a nyári szünetben elkezdődik, illetve a felső tagozatos épületben már a parketta, illetve bútor cserék megtörténtek, és akkor az alsó tagozatos iskola épületében kerül még egy-két új tanterem kialakításra, illetve a meglévő tornateremnek a teljes felújítására sor kerül. Illetve van ígérvényünk arra, tehát itt majd azért szeretnénk folytatni, tehát hogy ott kapna a település egy új tornacsarnokot, tehát mivel 200 általános iskolás gyerek jár ide az iskolába, és egy nagyon pici tornaterem van, amivel a mindennapos testnevelést kell megoldani, tehát itt a
még akkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma évvégén azt mondta, hogy van plusz forrás, tehát majd ezt próbáljuk most rendezni, hogy egy tornacsarnok épüljön a településen, ez felsősorban a mindennapos testnevelés, illetve hát másra is lehet ezt használni. A polgármester úgy véli, megnőhet a településen élők száma a paksi atomerőmű bővítés miatt, ezért lakópark bővítést is terveznek, és a turisztika fellendítésére is nagy tervei vannak a polgármesternek. Ugye egy lakópark bővítéssel, de ez magánbefektetés, nem önkormányzat szintjén, hát illetve a repülőtér hasznosításra, tehát azért akár egy nagy tömegű árunak a tárolására, vagy szállás lehetőséggel, szabadidő kikapcsolódás, akár horgászat, repülés, bármi ága, tehát akár vitorlázás, sárkányrepülés, hőlékbalonozás, siklóernyőzés. Szállás lehetőségünk van, igen. Hát 100 embert el tudunk mi helyezni, van az önkormányzatnak 12 darab faháza, illetve a repülőtér épületében vannak 2 ágyas szobáink, tehát mi most per pillanat kapásból 100 embernek tudunk szállás lehetőséget biztosítani. Hát ha az igények, nem fel kéne újítani ezeket, illetve ennek egy része felújításra is kerül, hogy ez a toppos nyertes energetikai pályázatban az épület felújítás, tehát akkor megcsináljuk más, tehát a saját pénzből akkor a szobáknak a felújítását. Hát ha van igény, tudunk bővíteni.